az az elgondolásunk, hogy a molekulák világa megismerhető és megszerethető, és az én meglátásom, hogy ez nem különösebben bonyolult, csak elég absztrakt. Perczel András vagyok, az ELTE szerveskönyve tanszékének a vezetője, tanszékvető egyetemi tanár, Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Bolyai Alkotó díjas kutató. Az ELTE-n végeztem okleveles vegyészként, majd itt szereztem a doktori címemet 1990 környékén, majd utána Észak-Amerikába, akkor már családosként három gyermekkel mentünk el, és előbb Bostonban, aztán pedig a Torontói Egyetemen voltunk 5 évet. Oxfordban tanultam a fehérje nemes spektroszkópiát és a fehérje szerkezetkutatást a 90-es évek végéig, és akkor jöttem haza véglegesen, és akkor kezdtem el kutató laboratóriumot és kutatást építeni. Jelenleg 2 formációt vezetek, egy egyetemi kutatólaborot és egy akadémiai kutatócsoportot, az egyiknek a neve fehérje modellező kutatócsoport, a másik pedig szerkezeti kémia és biológia laboratórium, és ezek bár részben talán értetlen szavak, de jól lefedik azt, amivel foglalkozunk, makromolekulák szerkezetvizsgálata különböző eszközökkel. Átalakulásokat és folyamatokat vizsgálunk azzal az NMR készülékkel, mágneses magrezonancia spektroszkópia, aminek a testvérét, ikertestvérét, az MRI-t szoktuk ismerni. Mi ellentétben az MRI-vel, ahova egereket, kutyákat, egyébként embereket szoktak betenni, mi inkább ilyen kis mintákat szoktunk előkészíteni, és klasszikusan ezek az itt látható mintatartóba feloldott vegyületek, amiket vizsgálunk. És meg tudjuk határozni önmagában a térszerkezetüket, vagy sejtes közegben, esetleg élőrendszerekben funkció, illetve biológiai tevékenység közepette. A kutatásunk különleges érdekessége, hogy mostanában divat az öregedéssel kapcsolatos biológiai problémák, folyamatok megértése. És ilyen értelemben a fehérjék természetesen összefüggnek, ami kutatásig összefügg, például a neurodegeneratív betegségek kapcsán, az öregedéssel kapcsolatos mondjuk Alzheimer-kór, vagy mondjuk az öregkori elbutulás különböző molekulás hátterével. De azt gondolnám, hogy sokkal izgalmasabb megfordítani a kérdést, és ehelyett inkább azt mondani, hogy maguk a fehérjék, azok vajon öregszenek-e? Vajon a fehérjék olyanok-e, hogy örök életűek-e? Nagyon érdemes megjegyezni azt, hogy a fehérjéket ezen a szinten úgy érdemes elvonni, mint egy nyaklánc, első szinten, amiben a különböző gyöngyszem megfelelnek meg a megfelelő aminosoknak. Egy-egy ilyen fehérje stabilitása, ha ott hagyjuk mondjuk a sufniban, egy vizes oldatban, és nem történik vele semmi, akkor azt látjuk, hogy éveken, akár évtizedeken keresztül is stabil maradt. Mi mégis észrevettük azt, hogy van ezeknek a fehérjéknek egy gyenge lánc szem, van egy pont, ahol spontán módon akár 1-2 nap alatt is elhasadnak, és ez teljesen rejtélyes a számunkra, hiszen evolúciósan ez értedetlen hátránynak tűnik. Ezt vizsgáljuk mostanában, ezt kutatjuk, ezeket az úgynevezett Achilles pontjait a fehérjéknek, és ez a fehérjék öregedésével különösen összefügg, amit hogyha megértenénk, akkor valószínűleg a fehérjéknek a sejtben betöltött ciklusáról is többet megtudnánk. Ugyanide vonatkozik az, amikor a fehérjék nem az elsődleges szerkezetét, hanem a harmadlagos szerkezetet, a térszerkezetet, a becsomagoltságát nézzük, és ebben ugyanígy van egy érdekes folyamat, aminek megint csak az ideje az a szerencsére, azt mondták, hogy a hónapok, esetleg évek, hát időtartamába esik, és ez alatt pedig az Alzheimer-kór, a fehérje aggregáció és a fehérjék összerakódását kell látni. Ilyen értelemben tehát a fehérjék öregedése, vagy éppen fiatalsága, vagy éppen a sejteknek az öregedése, vagy fiatalsága, az része a nagy egésznek, amit szeretnénk jobban megérteni. Az izgat minket tulajdonképpen, hogy hogyan lehet ezeket az időbeli folyamatokat molekuláris szinten értelmezni, vizsgálni, és ez tulajdonképpen akár a betegség gyógyítása, akár pedig a szerkezeti anyagok, mondhatnám egy kicsit, a zöld kémia, a zöld biológia irányába eltolni.